A töménykénsav erős vízelvonószer. Azt jelenti, hogy még a vegyületekből is képes kiemelni a vizet, és a kocka cukor anyaga pedig egy szénhidrát, benne van a nevében is, hogy hidrát, régen ugyanis úgy gondolták, hogy vizet tartalmaz. Nézzük meg, mi történik, ha ezt a töménykénsavat ráöntjük a kocka cukorra. Töménykénsav a kezemben, meglocsoljuk bele a kocka cukrot. Töménykénsav hatására a kocka cukor kezdetben sárgulni fog, majd egyre erősebb barna színe lesz, majd pedig ez a barna szín is kezd átalakulni. Hasonló reakciója történik meg, mint valamiféle karamellizálódás, azaz eltűnik belőle lassan a vegyületből a víz, és átalakul szénni, majd pedig a reakció során, miközben a kénsav a vizet elszívja, eközben a keletkező hő akkora, hogy ez a víz képes lesz átalakulni gőzé, és a keletkező gőz elvileg felfújja magát ezt a rendszert.